Közel 150 kiváló sport, illetve tanulmányi eredményt elért diákot köszöntöttek június 11-én a Szabadság téren. A program indulásakor a rendezvény a Városházán kapott helyet. Az elmúlt néhány évben azonban annyi komáromi diák ért el kimagasló eredményt az országos tanulmányi és sportversenyeken, hogy kicsinek bizonyult a díszterem. A díjátadó ünnepségen a felkészítő tanárok és a szülők is részt vettek. Ez a nap Komárom büszkeségeinek napja, mondta dr. Molnár Attila. A polgármester hozzátette, az önkormányzat igyekszik minden segítséget megadni az iskoláknak, versenyek, rendezvények támogatásával, vagy akár pályázati rendszerrel. Azok a beruházások, amiket megvalósítunk a városban, mind az ő érdekeiket szolgálja. Fontosnak tartjuk, hogy ők ide visszatérjenek. Tehát, hogyha valaki érettség után tovább tanul, felsőoktatási intézménybe megy, akkor ő itt találja meg a számítását Komáromba, és ehhez ugye különböző programokat kell, hogy indítsunk, és ezeket nagy örömmel tesszük is meg. Ilyen a bérlakás programunk, amit ugye most pályázaton tudtunk megnyerni, ilyenek azok az energetikai korszerűsítések, bölcsőde felújítás, középiskoláknak az energetikai korszerűsítése, fejlesztése, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat új helyre költöztetése, de akár említetném a bölcsődének és az óvodáinknak a korszerűsítését is, hiszen ez mind-mind abba az irányba mutat, hogy jó legyen itt gyereket vállalni, hogy ide öröm legyen visszajönni, tanulni, öröm legyen visszajönni dolgozni, tehát hogy Komárom egy élhető, szerethető kisváros legyen. Én bízom benne, hogy azon diákjaink, akik ilyen remek eredményeket érnek el, majd itt meg fogják találni a számításukat, és akár a családi otthonteremtési kedvezményhez adott önkormányzati támogatásnak köszönhetően, vagy az első házasulóknak adott támogatásnak köszönhetően, vagy a gyermekek születésének a támogatásának köszönhetően, majd itt fognak családot alapítani, itt fognak élni, itt fognak dolgozni, és tényleg Komárom lesz majd az otthonuk, és ez a sok-sok ilyen esemény, én azt gondolom, hogy jó táptalaj ennek, hogy ezt előre tudjuk mozdítani, és a szimbólumok szintjén is jelezzük, hogy Komárom egy ilyen kisváros, ami várja vissza a diákjait. A rendezvényen az országos versenyek első 10 helyezettjeit jutalmazták. Úgy gondolom, hogy az ad nagy értéket a nagy tömeg mellett még ezeknek a díjazott díjazásoknak, hogy a tanulmányi versenyeknek a széles skáláján sikerült szép eredményt elérni, tehát szerepeltek szépen tanulóink, tehát vannak itt, akik informatikából szerepeltek szépen, vannak, akik idegen nyelvű tanulmányi versenyen, tehát egy széles skálát láthattunk. Ezen kívül a sportban is ugyanez a helyzet, hogy floorballtól kezdve az atlétikán át, aminek könörülünk, a tornán keresztül, fociig, kézilabdáig, többféle sportágban szerepeltek sikeresen. Ez azt jelenti, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő dolgot, amit szeret űzni, és ezt magas szinten űzik. A másik értéke ezeknek az országos és egyáltalán tehát az országos sikereknek, valamint a versenyzésnek, hogy ezek a gyerekek, ezek bizony megtanulják azt, hogy a befektetett munkával lehet sikert elérni, és csak azzal lehet elérni sikert, hogyha valaki szorgalmas, akkor sikerül megfelelő eredményt elérni, bele kell tenni a munkát ahhoz, hogy siker kijöjjön. Remény Ilona, Kulcsár István szakgimnázium és szakközépiskola tanulója, gerelyhajításban ért el szép eredményt, felkészítő tanára Szabó Attila. Nemrég kezdtem el a gerelyhajítást, komolyabban a Diákolimpia előtt foglalkoztunk vele a osztályfőnökömmel, most mikor bekerültem az országosra, akkor foglalkoztunk vele komolyabban. Az országosan nehéz volt a mezőny, mert sokan többet tudtak rá készülni, meg már eleve nem iskolai szinten játszották, hanem egyesületi szinten. 8. helyezést értem el, 12-en indultunk ebbe a sportágban. Kellemes volt ott a hangulat, hogy mindenki barátságos volt, attól függetlenül, hogy versenyeztünk. Kitűnően éreztem ott magam. Miután az egyéni és a csapatsportolók átvették okleveleiket és érmeiket, FitKid bemutatót láthatott a közönség.